Szerintem a legnagyobb boldogság az az elégedettség. Az az érzés és az az állapot, amikor az ember elégedett azokkal a dolgokkal, amik vannak, amik léteznek, és nem akar többet. Elégedett azokkal a helyzetekkel, amelyeket átélt, és ami ebből következett. Megmondom őszintén, hogy én 15 évvel ezelőtt hagytam el azt a várost, ahol születtem, a szülővárosomat, és ahol felnőttem, ahol gimnáziumba jártam, és ahol elkezdtem dolgozni, televíziózni, és most 15 évvel később újra végig sétáltam azokon az utcákon, ahol annó, és hát megmondom őszintén, hogy teljesen más lett minden. De nem kívül lett más, hanem belül. Egyébként most onnan jövök, tehát körülbelül fél órával ezelőtt jöttem el arról a helyről, amiről most beszélek. Tehát még nagyon-nagyon friss az az élmény, és pontosan azért gondoltam úgy, hogy akkor ezt most elmondom, mert hogy ez a szembesüléseknek az időszaka. És ez nem csak nálam van így, hanem nagyon sok emberrel beszélgetek, és én azt látom, hogy valami nagyon érik, valami nagyon változik, és valahogyan mindenki szeretne abba a tükörbe nézni, ami azt az énünket mutatja, ami egy ilyen nagyon valós, ami egy nagyon éles képet mutat, és ami rettenetesen szembesít bennünket azzal, hogy mi is az életünk valódi értelme. Amikor jöttem hazafele, akkor telefonbeszélgetést folytattam az egyik ismerősömmel, és éppen azt meséltem el neki, hogy milyen sokan keresik ugye az élet értelmét, és hogy szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az emberek segítsenek egymásnak abban, hogy megtaláljuk, hogy miért is vagyunk itt. Én úgy érzem, hogy megtaláltam. 15 év telt el azóta, mióta én nem jártam itt. Ez alatt a 15 év alatt rengeteg helyen éltem, nagyon sok városban, nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok emberrel dolgoztam, interjúztam. Annyi minden történt velem ez alatt az időszak alatt, hogy hát én úgy érzem, mintha egy egész ember öltönyit éltem volna át, mert hogy nagyon élesek voltak ezek a tükrök, nagyon fontos és nagyon mély szembesülésekre késztettek, és megmondom őszintén, hogy amikor elindultam, akkor éreztem, hogy nagyon nem lesz könnyű ez az út, és hogy nagyon-nagyon sok olyan dolgot kell átélni, amit nem biztos, hogy az ember, hát nem azt mondom, hogy nem fogja túlélni, de hogy nagyon nehéz lesz, és hogy nem igazán tudtam, hogy hogyan fogom tudni ezt az egészet átvészelni, hogy meddig fog ez tartani, és hogy én meddig fogok ebben létezni, vagy meddig tudom ezt az egészet kezelni, és hogyan. 15 évvel ezelőtt teljesen másmilyen volt a helyzet, akkor ugye 2002-t írtunk. Én akkor már televízióztam, és saját televíziós műsoraim voltak. Ez azt jelenti, hogy egyrészt sikeres is voltam, másrészt pedig anyagilag is jól éltem, és megmondom őszintén, hogy nagyon sok olyan dolgot megengedhettem magamnak, amelyek egyrészt fontosak voltak, hiszen én főiskolára jártam, a tandíjaimat fizettem, illetve nagyon-nagyon sok olyan kulturális eseményre jártam, és hát én igazából így a kultúrába forgattam vissza ezeket az anyagi javakat, de ezeket az ember meg tudta tenni, és valahogyan anyagilag nagyon szabadon tudott élni, de, és itt jön a de. Valahogyan azt érzem most, így 15 évvel később, és pontosan azon az útszakaszon sétáltam most végig, ahol 15 évvel korábban az akkori énemmel, hogy lehet, hogy ez mind megvolt, de az ember, vagy legalábbis én, mégsem voltam felhőtlenül boldog. Miért? Azért, mert én úgy gondolom, hogy ezek a fajta nézetek, vagy ez a fajta szemlélet, amikor az ember anyagiakban próbál bővelkedni, vagy a sikerekben, vagy abban, hogy mondjuk népszerű volt a televíziós műsorom, és mondjuk bárhová elmehettünk, mindenhol kaput nyitottak nekünk, és egy ilyen nagyon nagy csapatban dolgoztunk, egy nagyon ilyen pörgős, és színes, és fényes, reflektorfényes életünk volt, de mégis valahogyan valami hiányzott.
És mi az, ami hiányzott? Erre jöttem rá most, 15 évvel később. Ami hiányzott, szerintem, az az ember igazi valója. Az a való, amikor rájössz arra, hogy miért vagy itt. Ezek a dolgok is rettenetesen fontosak voltak. Stációk voltak, kellettek, meg kellett élni. Én azt mondom, hogy minden ilyet át kell élni, és szembesülni kell, és végig kell menni azokon a folyamatokon, azokon az állomásokon, amelyeket az ember szerintem eltervezett, és amelyeket akart. Ezeket a dolgokat mi is akartuk mindenkivel, akik mondjuk az életem részei voltak, vagy akikkel együtt dolgoztam. Akkor egy ilyen nagyon nagy csapat volt, és aztán később ugye ezt a csapatot, ezt vittük tovább más városokba, más televíziókba, más stúdiókba, és nagyon-nagyon sokáig egy ilyen, úgymond mondhatjuk azt, hogy egy ilyen burokban éltünk. De azt látom, hogy azok, akik ebben a burokban azóta is benne vannak, benne maradtak, és nem élnek úgymond szabadúszó életet, vagy nem élnek szabadon, és nem szabadon gondolkodok, mert hogy a mai napig megmondják nekik, hogy hogyan kellene gondolkodni, hogyan kellene cselekedni, és mondjuk ők ezért kapják ugye a fizetésüket. Ők még ugyanebben a, hát nem mondom, hogy a rabságban maradtak, de ilyen korlátok közé szabják magukat. A szabadon gondolkodásnak szerintem az az egyik legcsodálatosabb, hát egyrészt felismerésre, másrészt pedig ilyen érzete, vagy érzése, vagy érzelme, hogy az ember kinyílik, megnyílik, és rálát a világra sokkal jobban. Tehát nagyon fontos az, hogy észrevegyük, hogy mennyi minden van, amit eddig nem ismertünk, hogy mennyire nem figyeltünk oda egymásra, hogy mennyire nem vettük észre azt, hogy baj van. Ha észre is vettük, akkor szerintem nem voltunk mindig elég figyelmesek, vagy nem tudtunk mindig úgy segíteni, vagy úgy elmélyülni ezekben az érzésekben, ahogyan kellett volna. Ahogyan sétáltam hazafelé, 15 évvel később, ugyanazon az útszakaszon, arra jöttem rá, hogy én rettenetesen boldog vagyok. Annyira boldog, mint még soha. Elmondom őszintén, hogy azóta nekem teljesen átalakult a, hát egyrészt ez az anyagi helyzetem is, tehát én ennél sokkal, de sokkal szerényebben élek már, de mégis egyrészt jobban magamra találtam, másrészt pedig teljesen más dolgok érdekelnek, és azok, amiket akkor értéknek tartottam anyagiak terén, azokat ma már egyáltalán nem tartom annak, mert az ember teljesen kiszínesedik, kiszélesedik, feltöltekezik belül, és olyan benső gazdagságot lehet átélni ezáltal, hogyha az ember kiüresedik és eléri az elégedettségnek a legmagasabb fokát, azt a csúcspontját, amire szerintem majdnem mindenki vágyik, akkor szerintem onnantól kezdve nem lehet egyrészt letéríteni erről az útról, másrészt pedig annyira humánussá válunk, és annyira másképpen fogunk bizonyos dolgokat szemlélni, ami szerintem maga az élet értelme. És szerintem az az élet értelme, hogy rájöjjünk arra, hogy mi tevékenyek vagyunk, tevőleges emberek, akik igenis tudnak egymásnak segíteni. Én nagyon-nagyon sokat gondolkodom azon, nem csak most, egyébként én már gimnazista koromban is azon gondolkodtam, hogy milyen új tantárgyakat lehetne bevezetni, mert vannak olyanok szerintem, amelyek ilyen szinten, ahogyan ma vannak, vagy ahogyan tanítják a gyerekeket, feleslegesek, és nincs rájuk szükség. Helyette viszont nagyon fontos lenne például a humánum gyakorlás, az adakozás elsajátítása, a figyelem, a szeretet, az egymás felé fordulás, minden olyan cselekedet, vagy minden olyan érzés, szemlélet, ami ezeket elősegíti. Én nagyon-nagyon szeretném, ha lenne például egy olyan tantárgy, aminek az lenne a cím, hogy humánum. És mondjuk ezt beleírnák ugyanúgy az ellenőrző könyvekbe, vagy azokba az indexekbe, amiket ugye a diákok magukkal hordoznak, és humánumból is vizsgát kellene tenni. Amire ez alatt a 15 év alatt rájöttem, és amit megtapasztaltam és elsajátítottam, az, hogy az ember kapott egy lehetőséget, amit életnek neveznek, az rettenetesen fontos, mert hogy szerintem azért kaptuk ezt az egészet, és azért vagyunk itt, hogy jó szolgálatiságot végezzünk. Én ezt nagyon-nagyon sokszor elmondom, talán majdnem mindegyik előadásban beszélek róla, és a cikkekben is leírom, mert hogy ez az, amire én nagyon erősen rájöttem, és ez az, ami rettenetesen jól szembesít. Szerintem azért kell visszamenni az embernek oda,
ahol született, vagy ahol felnőtt, vagy ahol gyerekeskedett, hogy saját magával szembesüljön. Én nem gondolom, hogy az épületek változtak volna meg, én nem gondolom, hogy az utcának a szerkezete, vagy annak a városképnek a minősége, miensége lett volna más, vagy az lenne az, ami most más képet fest, hanem a benső magunk. És szerintem mindig az a legfontosabb, hogy mi változzunk. Az biztos, hogyha az ember visszamegy ennyi idő után oda, ahol született, vagy ahol felnőtt, akkor teljesen más dolgokat fog érezni. Van egy kicsi nosztalgia is, én nem mondom, hogy nincs, és vannak ilyen fájdalmasabb érzések is, de én ezeket a pillanatok alatt felül tudom írni, és csak az öröm van, és az, hogy ezek a helyzetek, ezek az utak, és ezek a ilyen kaminok mennyire nagyon jól szembesítenek. Tulajdonképpen szerintem ez az egész létezés egyfajta tükör. Azért jó, amikor az ember ugyanoda visszamegy, ahol korábban volt, mert úgy saját magát tudja összehasonlítani önmagával. Tehát itt soha nem azt kell megnézni, hogy most melyik bolt hogyan változott meg, vagy hogyan alakítottak át egy épületet, vagy hogy parkosítottak-e, vagy sem, vagy hogy elkészült-e már a bicikliút, vagy még mindig várni kell rá, hanem az, hogy mi belül hová jutottunk el ennyi idő alatt. Én nagyon hiszem azt, hogy ezek ilyen pálfordulások. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kellenek ezek a fordulatok. 180 fokot kell fordulni, de ez a fordulat, ez nem kétperces folyamat. Ez nem úgy történik, hogy az ember egyik napról a másikra átfordul. A fordulat maga, a folyamat maga, vagy ez az egész mozdulat, ez lehet akár 13 vagy 15 év is, mondjuk mint amennyi nekem volt. És hogyha megfigyelitek, akkor nagyon sok tanító arról beszél, és arról mesél, hogy igenis léteznek ilyen pálfordulások, igenis vannak ilyen változások, és ilyen nagyon erős szemléletbeli átváltozások és különbségek az emberek életében, de mindig az a cél szerintem, hogy a pozitív irányba forduljunk, és változunk, és mindig a szeretet felé. Tehát, hogyha mi ledobjuk az egónkat, és már nem azt fogjuk nézni, amikor végig sétálunk egy utcán, hogy most éppen melyik ruhadarabot vegyünk meg saját magunknak, hanem mondjuk körbenézünk, és azt látjuk, hogy milyen sok ember van, akiknek segítséget lehet nyújtani, és mi oda megyünk, és tudunk segíteni, vagy egyáltalán ez az érzés megfogalmazódik bennünk, és átéljük, akkor ez szerintem ez egy csodálatos dolog, akkor mondhatjuk azt, hogy eljutottunk oda, ahová el szerettünk volna jutni. Szerintem az ember azért jön ide, hogy szeretetet tanuljon. Azért jövünk ide, hogy ezt a szeretetet, ami bennünk van, ez a mag, ezt át tudjuk adni, és valamilyen szinten segítsük egymást, tanítsuk egymást, mindenki taníthatja másikat, ez kölcsönös dolog, mindenki tanul a másiktól, mindannyian tudunk egymásnak új dolgokat felmutatni. Szerintem valamilyen szinten mindenki szolgál az életével, mindenki tükröt tart, mindenki tud olyan dolgot hozzátenni ehhez az egész egységhez, ehhez az egész létezéshez, ami rettenetesen fontos. Azt is leírtam, hogy hogy miért teremt az ember magának ilyen helyzeteket, és ami nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy mindent mi teremtünk. Tehát minden olyan szituációt, minden olyan helyzetet, minden olyan részletet, ami nekünk ehhez a változáshoz, vagy ehhez a folyamathoz, szembesüléshez fontos, és nélkülözhetetlen. Azt hiszem, sőt tudom, hogy az én életem is ilyen, és én is nagyon-nagyon sok mindent leírtam annak idején, sőt le is rajzoltam gyerekkoromban, hogy ez az egész folyamat, ez hogy fog zajlani, én hogyan fogok benne részt venni, mások hogyan vesznek benne részt, ők hogy viszonyulnak hozzám, kik segítenek, kik az, akik gátolnak, és hogy ez az egész fordulat, hogy ez hogyan fog zajlani. Az más kérdés, hogy fizikailag ezt sokkal nehezebb megélni, sokkal mélyebbre megy, sokkal mélyebben hat, mint amikor az ember ezt csak elképzeli. De pontosan azért kellenek ezek az elképzelések, pontosan azért kellenek ezek a forgatókönyvek, hogy könnyebben át tudjunk haladni, vagy könnyebben végig tudjunk menni ezeken a stációkon. Hogyha az ember készít terveket, hogyha az ember előre átgondolja, hogy mit, hogyan is szeretne létrehozni az élet nevű színpadon, akkor szerintem, egyrészt
vannak ilyen mankók, amelyek nagyon-nagyon sokat segíthetnek. Másrészt pedig ezekkel is szembesülhetünk. Az önazonossághoz és az azonosuláshoz szerintem ezek nagyon-nagyon fontosak. Mert hiszen saját magunkat neveljük, saját magunkat tanítjuk. Én ezt tudom magamról pontosan, és ez nekem nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon jót tesz. Hát megmondom őszintén, hogy csodálatos volt ez a mostani hazajövetel. Nagyon sok mindent megéreztem, nagyon sok mindent átéltem, de főleg saját magamat, és azt, hogy mennyi mindent el lehet érni ez alatt a 15 év alatt, de természetesen ez mindenkinek más időintervallumban zajlik. Vannak, akik hamarabb elérik ezt a pontot, vannak, akik később, nem is az idő számít, teljesen mindegy. Nem az a lényeg, hanem az, hogy közben mit élünk át, közben milyen ez a szembesülés, és hogy milyen a végeredmény. De ez a végeredmény, ez egy kezdet. Tehát én úgy gondolom, hogy most elértünk egy olyan állapotba, és ezt nagyon-nagyon sok emberen látom, ami lehet egy új alap. Nyithat új kapukat, nyithat olyan szemléletet, olyan változatokat, amelyek ezen a Föld nevű bolygón nagyon fontos állomások, nagyon fontos kincsek, rettenetesen fontos maga ez a tanú állapot, amit mi most itt átélünk, mert hogy valahogyan azt érzem, hogy visszakanyarodunk önmagunk által, de már egy olyan fajta maghoz, egy olyan fajta belső lényegiséghez, ami egy sokkal humánusabb, egy sokkal nagyobb rálátással bíró valaki, egy egyén, egy személyiség, egy új terület, egy új érzés, egy újfajta dolog, és egy újfajta tanulmány. Tehát, hogy innentől kezdve szerintem már teljesen más dolgok felé indulhatunk el, elindulhatunk egymás felé, elindulhatunk a lényegiség felé, pontosan azok felé, a dolgok felé, amelyek nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy ezt az egész világot fent tudjuk tartani, hogy működtetni tudjuk, mert szerintem úgy lehet fenntartani, és úgy lehet működtetni ezt az egész világot, ha szeretetben élünk, ha összefogás van, ha párhuzamok vannak, és nem elutasítások, ha együtt gondolkodunk, ha együtt érzünk, ha úgy tudunk cselekedni, hogy az másokért is szóljon, ne csak önmagunkért. Tehát mindenképpen azt szeretném, vagy én azt szorgalmazom, hogy ebből az egós világból ki kell lépni, mert hogy nincs más út, mert ha benne maradunk, ha benne ragadunk, akkor nem tudunk elindulni az úton. És szerintem, aki nem nyit ezeken a korlátokon, aki nem lépi át a korlátokat, az nagyon-nagyon sokat fog szenvedni, és benne marad ebbe az elme börtönbe, mondjuk így. A szabadság az ilyen szempontból rettenetesen fontos. Fontos a gondolati szabadság, fontos az érzelmi szabadság, fontos az, hogy mindig a szeretetet vegyük alapul, azt, ami az egészet fenntartja, ami ezt az egész egységet összefogja, működteti, ami létrehozta, és ami van, ami mindig adott. Ez a szeretetrendszer, ez állandó. Ebből bármikor meríthetünk, bármikor odafordulhatunk önmagunk felé is, és megvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan tudunk tevékenyek lenni, hogyan tudunk humánusak lenni, hogyan tudunk adni. Ezek a gondolatok, ezek az energiák, ezek a szemléletek, ezek nagyon hatnak, nagyon tudjuk egymás szerintem formálni. Engem is vannak, akik segítenek ebben, engem is formálnak. Nagyon jó tükröt tartanak azok, akik már ezen az úton járnak. Nagyon-nagyon csodálatos lenne, hogyha ilyen tapasztalatokat gyűjtenénk egymástól, vagy tapasztalatokat tudnánk átadni egymásnak, mert ahogyan mondtam, szerintem mindenki hozzá tehet valamit a másik életéhez, és pontosan ettől válunk sokkal színesebb és sokkal gazdagabbá, ami számomra nyitottságot jelent, tehát hogy nálam ez a két, vagy ez a három fogalom, ez ugyanazt jelenti, mert hogy ilyenkor valahol a bensőd nyílik, valahol ilyenkor a tudatosságod nyílik, valahol ilyenkor a szereteted, a szerelmed nyílik, és ez kívül is meg fog látszani. Ez előbb-utóbb fizikailag is létre fog jönni, ez előbb-utóbb ott lesz, ez előbb-utóbb meg fog nyilvánulni, pontosan azért, mert hogy ez a szeretet energia, ez a nagyon fontos belső inspiráció, vagy indítatás, amit elér az ember, ez látszani fog, ez kell, hogy látszódjon, mert nagyon-nagyon sok pozitív energia adódik össze. Ma beszélgettem egy hölgyel is, délelőtt, illetve hát a délután folyamán is, az egy ilyen több órás beszélgetés volt, nagyon-nagyon csodálatos volt, mert iszonyatosan nagyon
sokat fejlődött ő is, és most már nagyon ilyen egy szinten vagyunk, és ő is pontosan ugyanazokat fogalmazta meg, amiket én is szinte egyszerre mondtuk ki ezeket a gondolatokat, és látom, hogy nagyon sokan tartanak e felé, és ez rettenetesen jó, mert hogy szerintem nagyon időszerű az, hogy felismerjük ezeket a dolgokat, felismerjük azt, hogy igazából szerintem csak a szembesülés segít. Mert hogy ezáltal éri el az ember azt a nagyon fontos valóját, amiről a legelején beszéltem, ami lesz maga a boldogság, ami az elégedettség. Az elégedettség az az szerintem, amikor azt a valódat találod meg, aki nem akar többet, aki egyáltalán nem akar, aki semmit nem akar, az akarás, mint olyan az nincs, az nem létezik, csak szeret. És a kettő között rettenetesen, óriásian nagy a különbség. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Ez egy nagyon hosszú felismerés, hogy az ember erre rájönjön. És hogy valóban kialakítsa magában ezt, és hogy valóban átélje, érezze, és ne csak beszéljen róla. Én soha nem csak beszélek róla, én ezeket nem elolvasom, én mindent átélek, és mindent a saját tapasztalatomból mondom, és a saját gondolataimat közlöm. Soha nem operálok másoknak a szavaival vagy a gondolataival, mindig azokat mondom el, amiket átélek, most már elég régóta, tehát most már évek óta nyomon lehet követni ezt a változást. Nagyon csodálatos, hogy ez így dokumentálva van, nagyon csodálatos az, hogy vannak, akik velem együtt fejlődnek, akik társak ebben a dologban, lehet, hogy nem fizikailag, de szellemileg és lelkileg mindenképpen. És szerintem ezek a lelki kapcsolódások, ezek a szellemi együttlétek, vagy mondjuk úgy, hogy szerelmek, ezek rettenetesen fontosak. Majdnem más szót mondtam, de azt nem akartam kimondani. Tehát, hogy ezek a szellemi légyottok, ezek nagyon fontosak, mert hogy az ember így találja meg azt, aki vele analóg, aki vele azonos, aki ugyanígy az emberekért él, aki ugyanígy az emberekért tesz, aki ugyanígy az emberiségért, az életért, a lehetőségekért, a szolgálatiságért, a szeretetért, a humánumért tette le a voksát, az életét, a lényét, a bensőjét, a zsigereit, a cselekedeteit, a hitét, a mindenét. Tehát az, hogy valaki úgymond feláldozza magát ennek az egésznek az oltárán, vagy ennek az egésznek a lényegiségén, az egy világ. Tehát az egy kerek egész, az egy új rendszer, ez egy olyan dolog, amit nagyon nehéz megfogalmazni, ezt így belül érezzük, de ezt így elmondani, kimondani nagyon nehéz. Lehet, hogy nincs is rá szó, lehet, hogy új szavakat kellene kitalálni, lehet, hogy egy újfajta szótárt kellene írni, mert hogy a gazdagság az nem azt jelenti, hogy valamitből, anyagi dolgokból, vagy tárgyakból, vagy pénz, vagy bármiből sok van. Nem. A gazdagság az azt jelenti, hogy szeretetben érvényesülsz, hogy szeretetben élsz, hogy szeretetet adsz, hogy rájössz arra, hogy maga az élet az a segítségnyújtáson alapszik. A gazdagság az ez. Az életértelem az ez. És ilyen formán akkor mondhatjuk azt, hogy nincs szegénység. Nincs szegény. Nem vagyunk szegények, mert hogy lehetőségünk van arra, hogy rájöjjünk, hogy ez a szolgálatiság mennyire fontos. És hogyha rájössz erre, akkor annyira boldog leszel, mint még soha. És akkor soha nem fogod magad szegénynek érezni. Teljesen mindegy, hogy mi van a zsebedben. Én most elmentem, vettem magamnak egy-két dolgot, de negyed annyit nem, amennyit mondjuk régen megengedhettem magamnak. És megmondom nektek őszintén, hogy én úgy jöttem haza, mint aki nem is a földön jár, vagy hogy mondjam, tehát egy olyan érzés volt bennem, amit soha, és soha nem éreztem eddig. Pedig sötét volt, hideg volt, egyedül jöttem, stb. És most teljesen más minden. De ami nagyon fontos, hogy kívül ugyanazok a dolgok megvannak, megmaradtak, mert vannak azok a helyek, vagy léteznek azok a épületek, meg minden, ami akkor is volt 15 évvel ezelőtt, és vannak olyan emberek is, akik mondjuk a kollégáim, és még ugyanúgy ott dolgoznak, meg van még nagyon sok minden, ami szerkezetileg, városképileg, üzletileg, meg minden ugyanaz, így ugyanaz, de hogy én nem vagyok ugyanaz. És szerintem ez fantasztikus. Egyébként az is nagyon biztos, és hogy én erre már rájöttem, meg ezt most már így le is egyeztettem szakértőkkel is, hogy az, hogy az ember hová születik, honnan indul, az energetikailag nagyon nem mindegy, és hogy az energiák hogyan hatnak egymásra, az meg pláne nem mindegy. Tehát, hogy amikor az ember visszakerül oda,
ahol született, ahol felnőtt, az azt jelenti, hogy valamiért az az energia, vagy az az energetikai rendszer, az visszahúzza. Az most veled analóg. És vissza kell menni azokért a lenyomatokért, azokért a dolgokért, vagy rendszerekért, amit te akkor otthagytál magadból. Mert hogy az ott van. És nagyon-nagyon sok mindent tudunk otthagyni magunkból. Tehát ezért lehet az egyébként, hogy valakinek érzed a jelenlétét mondjuk egy másik országban, és lehet, hogy az az ember mondjuk néhány évvel ezelőtt ott volt, mert ott hagyott saját magából valamit, az energiát, az energetikáját. És én egyébként ezt érzem. Tehát én így találok rá emberekre, én így találok rá azokra a mondjuk úgy rokon lelkeimre, vagy azokra, akik mondjuk valamilyen szerepet vállaltak az életemben, és ugyanilyen minőségben vagyok az én másik felemmel is, és egyébként saját magammal is. Tehát, hogy az energia az ugye nem vész el, csak átalakul, ezt ugye tudjuk. De én úgy gondolom, hogy igazából ami átalakul, az a mi szemléletünk. És hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy átalakuljon. Azért, mert hogy én szerintem tartozunk ennyivel, tartozunk annyival, hogyha már megkaptuk ezt a lehetőséget, ezt az életet, ezeket a csodákat, ezt a szeretetet, ezt az isteni szeretetet, ezt a mintát, akkor igenis nagyon fontos az, hogy felneveljük, hogy kineveljük saját magunkat, hogy felneveljük azt az ént, ami egy nagyon csodálatos ajándék lehet bárki számára, mindenki számára, mert hogy akár mindenkinek adhatunk jót, hiszen bárhová megyünk, szeretetet adhatunk. És ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy járjunk nagyon sok felé. Mert ha csak mondjuk egy intézményben élünk, vagy dolgozunk, akkor szerintem nem tudunk annyi felé szeretetet osztani, mintha mondjuk több országban dolgozunk, több országban jelenünk meg. Ezért nagyon fontos az, amikor az ember elhagy mindenféle korlátot, és szabadúszóvá válik. Én is szabadúszó vagyok, és én is sokfelé jártam, és természetesen még szeretnék is, mert hogy így az ember egyrészt sokkal több mindennel szembesül, sokkal több olyan dolgot lát, amiben el tud mélyülni, és ahol tud segítséget nyújtani, ahol saját magát is megmérettetheti, és megnézheti ezekben a tükrökben. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez az egész út arra való, hogy saját magunkkal forduljunk szembe. És nézzük meg azt, hogy hogyan éltünk eddig, és hogy most, ezek után, hogyan lehet tovább egy 180 fokos fordulattal. Én hiszem azt, hogy ezek a párfordulások, ezek nagyon fontosak. Én is átéltem a magam fordulatát, ez egy ilyen méda fordulat volt, és ez kőkemény volt, ez rettenetesen hosszúnak tűnt. Azért gondoljátok el, hogy azért 15 év az nem kevés. Főleg úgy, hogy 38 éves vagyok, tehát nem arról beszélek, hogy egy 80 éves ember, aki 15 évet letett az életéből az asztalra, és azt mondta, hogy igen, tessék, én odadom ezt a 15 évemet, vagy ezt a 13-at, feláldozom ennek, és ráadásul én ugye a legfiatabb, tehát én a 20 éves koromtól kezdtem el ezt az egészet. Tehát, hogy amikor az ember azt mondja, hogy igen, én odadom ezt, tessék, és akkor nézzük meg, hogy ebből mit lehet kialakítani. És az ember ki tudja alakítani, és aztán végig lehet menni, és meg lehet csinálni, és megcsináltuk. Tehát itt vagyunk, megérkeztünk, nagyon sokan voltunk ebben az egészben, de mégis azt mondom, hogy néhány olyan ember volt, aki nagyon-nagyon erőteljesen részt vett ebben a dologban, de én azt hiszem, hogy az igazi benső magot, és azt az állapotot, amit az ember szeretne elérni, vagy ezt a nagyon kemény önazonosulást, ezt egyedül tudjuk elérni. Egyedül. És kell, hogy egyedül legyünk, kell, hogy egyedül éljünk, kell, hogy nagyon-nagyon sokat szembesünk önmagunkkal. Én nagyon támogatom az egyedüllétet, én imádom. Ugye mindenki azt hangsúlyozza, és azt szeretné, és azt támogatja, hogy mindig legyünk kapcsolatban, és mindig legyen ott mellettünk valaki, és akkor ha az egyik kapcsolatunk véget ért, akkor gyorsan jöjjön a következő, soha ne legyünk egyedül, egyetlen egy hétvégét csak nem. Én évekig, nagyon-nagyon-nagyon sok-sok évig éltem egyedül, csodálatos, annyira fantasztikus, hogy ez egy ilyen ajándék, ez egy ilyen olyan csúcspontja szerintem az ember életének, amit nemhogy fájdalommal kell átélni, hanem boldogsággal és örömmel. És ez az elégedettség, ez
a boldogság. Ez az, amikor az ember rájön arra, hogy mennyire mások voltunk régen. Hogy mennyi mindennel lehet változtatni. És hogy mennyire más ez az ember, aki bennünk él. Hihetetlen találkozni ezzel a valakivel. Tehát megmondom őszintén, hogy számomra ez egy csoda. Számomra ez egy olyan... Tehát nem is tudom, hogy igazából nem is tudom, hogy mit mondanék ennek az embernek, aki ugye én vagyok, de most már ez egy másik fajta valaki. És ez a valaki így meg tud állni bennem, és mindenkiben meg tud állni a saját lényegisége, az önvalója, hogy ez az önvaló, hogy mennyire tiszteletteljes. Hogy mennyire tudom tisztelni ezt a valakit, hogy mennyire feje tudok előtte hajtani, mennyire fel tudok rá nézni, hogy ez valami hihetetlen, hogy az a maga, ami bennünk van, ami el van bennünk ültetve, az egy mennyire értékes dolog. Hogy ezt az értéket eddig nem vettük észre, hogy ezt az értéket eddig kívül kerestük. És akkor megkerültük érte a félvilágot, megkerültünk érte mindent, és mindenkit elhagytunk, mindenkit eldobtunk, és csendben éltünk, és egyedül, és magányban, és nagyon figyeltünk, és nagyon dolgoztunk, és hogy mennyire nem vettük észre. És eltelt ennyi idő. De megérkeztünk, és itt vagyunk, és ez a maga, ami bennünk el van ültetve, ez maga a csoda. Ez maga, az a mag, benne is van a nevében, hogy mag-a, amiért szerintem érdemes elindulni, amiért érdemes megtenni ezt a hosszú utat, mert ezt az érzést soha semmitől nem fogjuk megkapni. Ezért van az, hogy az ember ürességet érez akkor, amikor az anyagiakban, a külsőségekben próbálja elérni ezt a fajta boldogságot, ezt a fajta kincs érzést, mert hogy nincs. Mert hogy abban nincs, nem létezik, nem lehet. Hiába, tehát ezt meg lehet próbálni, de én ezt látom, tudom, tapasztalom, tapasztaltam, és én még soha nem láttam olyat, aki ebben elérte volna. Soha. Viszont amikor így jutunk el ide, az egy ajándék lesz. Az út is, a mag is, az érzés is, mert hogy rájövünk arra, hogy ennél csodálatosabb ajándékot nem kaphattunk volna. Szóval, hogy mi megkaptuk ezt a magot, ezt így belénk ültették. Ez a szeretet mag. És ez ott van. És mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az a doboz, tehát a testünk maga, ez egy olyan, mint egy ilyen, mint maga a csomagolás, mint amikor ugye karácsonykor az ember régen, amikor ugye elénk tettek egy ilyen nagy dobozt, masnival átkötve, és kibontottuk, és akkor vagy benne volt az az ajándék, amire vágytunk, vagy nem. De hogyha figyeltek ránk, akkor azért azt vették, amire vágytunk, vagy amit szerettünk volna. De hogy valahogy én úgy gondolom, hogy ez a mag, ami bennünk él, ez mégis más. Ezt Isten ültette belénk, vagy nevezzük, ahogyan akarjuk, de hát kaptunk egy ilyen ajándékot. És egyébként most eszembe jut a 3 éves korom, amikor megláttam a házi áldást, a nagypapám testvérének a házában, ő egy idősebb bácsi volt, és a velünk szemben lévő házban élt. És akkor 3 éves voltam körülbelül, és hát akkor ugye még nem tudtam olvasni, de hát akkor ezt valaki nekem akkor ott felolvasta, és nagyon, nagyon furcsa volt, mert már akkor is így valamit így megmozgatott bennem ez a dolog 3 évesen. Egyébként én visszatudok emlékezni néhány hónapos koromig, és abszolút látom magam előtt azokat a helyszíneket, ahol akkor éltem, tehát minden tárgyat, tehát minden előttem van a szoba, ahol voltam, ahol éltünk, tehát én nagyon emlékszem ezekre a dolgokra, szinte fényképszerűen, és már akkor is éreztem, hogy itt egy ilyen nagyon kőkemény útról lesz szó, és hogy ebből az egészből majd ezt kell kihozni, a szeretetet, az elköteleződést, és ezt a szövetséget. Tehát, hogy ezt a szövetséget, amit most élek, és amit folyamatosan élek, és amiért én mondjuk mindenről lemondtam, azt már akkor is magamban hordoztam, és szerintem az ember ugye általában egy ilyen szövetséggel él. Én úgy gondolom, igen, hogy legalábbis nagyon bízom benne, hogy mindenkinek van egyfajta ilyen elköteleződése ez irányban, és hogy előbb-utóbb mindenki
el fogod érni, és tudni fogjuk azt, hogy ennél nincs fontosabb dolog. És lehet, hogy most azok, akik elfordulnak ettől a dologtól, és nem szeretik a másikat, és olyan dolgokat tesznek, cselekszenek, amelyek rosszak vagy gonoszak. Én hiszem azt, hogy hát ugye szívük mélyen ők is hordozzák ezt a benső magot, bennük él, bennük kell, hogy legyen. Szerintem ez mindenkiben el van ültetve. Csak valamiért nagyon eltértünk ettől a dologtól, de én úgy gondolom, hogy el fogunk oda jutni, és el fogunk oda érni, hogy mindenki meg fogja találni ezt a belső magot. Nagyon jó lenne, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egyszer így lesz, de már én annak is nagyon örülök, amikor egy-egy emberen látom ezt, mert ezek is nagyon csodálatos ajándékok, ez is nagyon kell. Nagyon kell, hogy ideig eljussunk, és nagyon jó rátalálni az analógiára, nagyon jó rátalálni azokra, vagy arra az emberre, aki hasonszőrűen érez, gondolkodik, akinek ugyanolyan a hite, az elköteleződése, és aki ugyanúgy rájött erre az egészre, mint ahogyan én, vagy mint ahogyan más, mint ahogyan rengetegen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy megkaptuk a karácsonyi ajándékunkat örökre, tehát, hogy ez a szeretet ajándék, ez örök. Mi lehetünk az a nagyon fontos ajándék, mi lehetünk az a nagyon fontos dolog, amit át tudunk egymásnak adni, pontosan ezt a szeretet magot tudjuk egymásnak átadni, vagyis az ebből származó szeretetet, a tudásunkat, a jó szolgálatiságunkat, az odafigyelésünket. Mert hogyha elérünk idáig, akkor szerintem nem is fogunk tudni máshogyan cselekedni, pontosan azért, mert hogy mi ilyenek vagyunk. Tehát mi egy ilyen ajándékok vagyunk, egy ilyen csodálatos szeretettel teli doboz, vagy lények, vagy testek, vagy mindegy, hogy mondjuk, hogyan nevezzük. De hát itt vagyunk, és mozgunk, és cselekszünk, és van kezünk, vannak lábaink, van szemünk, van szívünk, tehát minden megvan, minden adottságot megkaptunk ahhoz, minden képességet, hogy ezt a dolgot áramoltatni tudjuk, és szerintem mi ezért vagyunk itt, és ezért van ez az egész élet, ami lehetőség, egy út a szeretet felé, és a szeretetért, és egymásért, és mindenért, és szerintem egységben vagyunk, egységben élünk, mert mindannyian ugyanoda tartunk, mindannyian ugyanazt szeretnénk elérni, tehát nem is lehetne ezt máshogyan létrehozni, mindent így lehet működtetni, mindent így lehet átélni. Ezért fontosak ezek a szembesülések, ezért nagyon fontosak ezek a kaminók, hogy elérjünk ide, és nagyon-nagyon boldogokká váljunk. Ez lesz a mi személyes ajándékunk önmagunk számára, és a világ számára, és mindenki számára akár. Volt egy nagyon-nagyon fontos mondat, amit akkor olvastam el, amikor elindultam ezen az úton, ez így hangzik, az, hogy te ki vagy, az Isten ajándéka számodra, de az, hogy kivé válsz, az pedig a te ajándékod lesz Isten számára. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon csodálatos nem végszó, hanem egy kezdet. És 15 évvel ezelőtt így indultam el, ezzel a mondattal. És 15 év után ezzel a mondattal indulok el újra, de most már máshová, másfelé és máshogyan. Én megtaláltam azt az embert, aki ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy érez, ahogyan én, aki ugyanolyan szolgálattal végzi az életét, a szeretetét, és ugyanúgy tevékenykedik, ugyanolyan hittel, ugyanolyan alázatos magatartással, ahogyan én, vagy ahogyan az a rendszer, amiről beszélek. Én ezt a személyiséget kerestem nagyon-nagyon régóta, 20 éve, amióta az eszemet tudom, folyamatosan. És most jutottam el odáig, hogy pontosan tudom, hogy ki ő. És ez azért csodálatos dolog, mert az analógia, mint olyan, nagyon magas fokú szeretetet tud teremteni, nagyon magas fokú szeretet rendszerben létezik, ez maga a szeretet egysége, ez maga az a alap, ami elősegítheti az együttgondolkodást, elősegítheti a jó szolgálatiságot, elősegítheti azt a nagyon erős humánumot és rendszert, ami felépítheti ezt az egész új életet, és ezt az egész új fajta kapcsolódást. Tehát én úgy gondolom, hogy mi kaptunk egy ajándékot, kaptunk egy benső magot, akik mi vagyunk, de az, hogy mivé válunk, és hogy mit hozunk ki ebből, hogy hogyan neveljük fel saját magunkat, hogy mit teszünk érte, hogy miről mondunk le, hogy hogyan tudunk alázattal fejet hajtani, mik azok, amelyekről
úgy gondoljuk, hogy mi megtesszük, és nagyon erősen elköteleződünk e felé, az már rajtunk múlik. Az a mi döntésünk, de dönthetünk így is. Lehetünk ilyen emberek is, lehetünk tevékenyek, lehetünk humánusak, lehetünk alázatosak. Ez maga a pálfordulás, ez maga az a fok, ez maga az a 180 fok, amikor az ember eljut ide. Amikor már megtudod azt, hogy te ezért vagy itt, és ez az ajándék. Te vagy az ajándék mindenki számára, minden ember számára. Ennél nagyobb ajándék nem kell, mert ilyenkor érünk oda, mert ilyenkor válunk, hát talán felnőttekké, ilyenkor értjük meg azt, hogy milyen nagyszerű lehetőséget kaptunk, hogy milyen csodálatos eszközök állnak rendelkezésünkre a tekintetben, hogy felneveljük magunkban ezt a szerető lény. És az egész világ lehet ilyen. És átültethetjük ezeket az alapigéket, átültethetjük az egészet egy ilyen nagyon csodálatos mienségbe, és lehetünk nagyon boldogok, ami nem más, mint az elégedettség, amikor elégedett vagy azzal az ajándékkal, amit ettől az egész létezéstől kaptál. És akkor már semmit sem keresel kívül, csak belül. De már nem is keresel, mert tudod, hogy ez a dolog mindig benned van. És megtaláltad, és ott vagy, de ehhez ugye nagyon sok idő kellett, ehhez türelem kell, ehhez figyelem kell, ehhez szemlélni kell, ehhez nagyon-nagyon kell tudnunk látni, elemezgetni, kutatni is, és el tudunk érni ide. És akkor már át tudjuk adni ezt az ajándékot, amire egyébként szerintem